ezért csokolom, üdvözöljük itt a piacon. Megjött a magvaknak az ideje, eljött? Így van, meg. Meg bizony. Nézzük meg, hogy miket tetszik árulni. Hát, rengeteg minden. Rengeteg minden. Nem is tudom, hogy hol kezdjük. Kezdjük erről előre? Úgy, Isten. Ez mind különfajta mag. Ez mind rá van írva mindegyiknek a... Értem. Hát nem fajtája. Hogy melyik. Ott tartatok, hogy milyen különleges dolgok vannak itt. Segítsen hát, már. Felsorolom. Igen. Felsorolom. Igen. Na tehát indítsunk akkor. Igen. Ez bársonyka. Bársonyka, ez virágmag. Virágmag. Ez a keszhelyi paprika mag. Igen. Igen, keszhelyi paprika fehér, töltenivaló. Töltenivaló paprika, igen. Ez az erős alma paprika. Alma paprika magja. Magja. Igen. Mindegyiknek a mindegyik magja. Mindegyik mag, igen. Mindegyik mag. Ez uborka. Uborka. A csemege, fűtős. Ez a sonkatök. Sonkatök. Az a sütnivaló. Sütnivaló. Ez a nagy zöld. Az a nagy paprikák, nagy zöld paprika, de nem erős. Ez a cékla, bíborhenger. Igen. Ez a ricinus. 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 Ez pedig az őszi káposzta. Az a hashajtó ricinus? Az. Hashajtó ricinus. Úgy van. Igen. Őszi káposzta. Ez a sóska. Ez a kelkáposzta. Ez a saláta. Ez a kapormag. Ez a kabak. Ez a kolbászok, az a két méteresek. Kolbásztok, két méteresen? Két méteresek, nem egynél a kolbászok. Az igen. Az rántani lehet. Szeletelni. Ilyen, szeletelni. Ilyen kis csíkokat levág belőle, akkor azt lehet rántani. Ilyen. Ez pedig a lopó. Lopótök. Lopótök. Ez amelyik itt lóg. Itt lóg. Lopótök. Nem lóg? Ja, itt lóg, igen. Igen, itt lóg. Az a lopótök. Ja, a lopótök. A kabak meg az a mellette. Igen. Ja, nagyobb. A fölötte lévő ez a kabak? A fölötte való a kabak. Ez pedig a lopó. Értem. Ez pedig a fehér retek, ez a piros retek, ez a sóska, ez a cukini, ez a vörös hagyma, ez a paszternák, ez a karós paradicsom, ez a törpe paradicsom, és ez a kopasztök mag, amelyiknek nincsen héja. 150 forint ez az egész. A tubaróza. Tubaróza. 150. És ez a sárgarépa mag, ez pedig a zöldség. Mi az, hogy kopasztök? Hogy nem jól értettem? Az hogy tetszik érteni? De jó. Ez a maga. Nincs héja? Megérődik. Ez. Nagyon jó. Értek. Tehát a mag héj nélküli mag. Héj nélküli nem mag nélküli héj. Nem. Jó. Elkelt. Arany hagyma. Minden arany. De az édes hagyma. Ez mit jelent, hogy aranyat fog fialni? Édes arany, aranyat fog kerülni. Ez nagyon érdekes. Édes hagyma. Édes, kimondottan édes. Hát nem lesz üdös a szája. És ezt mennyit tetszik adni egyébként? 150 forint, ilyen pohárral tetünk. Pohárral 150 forint. Ilyen pohárral, így megtetünk. Nagyon jó. Ez gyönyörű. Ez a nagy rózsaszín takarmányrépák. Takarmányrépa. Ez a cukorrépa. Ja, ez meg cukorrépa. Honnan tetszik tudni megkülönböztetni, hogy melyik? Onnan tudom megkülönböztetni most, hogy ez fehér zacskóban van, mert a cukorrépa is fehér. Ez meg a rózsaszín répa, ez meg a rózsaszín zacskóban van. Amúgy külön lenne, nem tudna, hogy egymás mellett lenne. De. Azt, mikor kirakom a nagy répákat magnak, majd most is ki fogom rakni, akkor egy legalább 300 méter hézagnak kell lenni, mert a méhek összeporulnák akkor. És akkor összevegyülne? Összevegyülne, az akkor a fehér rózsaszínes lenne, a rózsaszín. Ez érdekes fehéres lenne. Meg. Értem. Úgy van, hogy ez messzik, és mikor megszedem a magját, akkor már tudom, hogy melyik a melyik. Mert ugye felhúzom a földbőszakot, a nagy rózsaszín húzok föl, vagy pedig kisebb fehéret, mert a cukorépa kisebb, mint a takarmányrépa. Sokat. Azt akkor én a zsákban, mikor ősszel megszedem, akkor ráírom, hogy az. Azt annak kell lenni, ha tetszik, ha nem. Így van, tehát precízen tárolva, külön persze, kezelve. Muszáj. Hát nem lehet a vevőket becsapni, mert ha én valakit itt egyszer becsapok, az többet elmondja a többinek is, többet én hozzám senki nem jön. Világos. Vásárolni. Szóval itt mellett ez tök mag?
ez tök mag, ez a rendes takarmány tök mag. Emet pedig a guggos tök, amit... Milyen? Guggos. Guggos? Guggos. Az milyen? Guggos. Az, hogy a takarmány tök ez elfolyik, a guggos töknek, ez a spárga töknek nevezik. Igen. Ez olyan leveleket hajt, de hajtása nincsen neki. És ebből eszük a tökfőzeléket. Igen. Ez étkezésre való. Ez pedig jószágnak való. Értettem. Ez a jószágnak, ez meg nekünk való. Nekünk való. Persze. Jó. Na most ez meg, gyerünk tovább. Igen, ez micsoda? Ez meg a sütni való tök. Sütni való tök. A hagyományos, a sárgát, régi a fajta. Igen. A hagyományos, régi fajta sütni való tök. Hagyományos sütni való töknél jártunk. Hagyományos sütni való, ilyen kerek sajt alakú, és szürke. És szép sárga szürke, bele. Szép tavaly ősszel emlékszem, hogy tetszett árulni ilyet. Úgy van. Szép sárga bele nekik, és finom gesztenye, és meg édes is. Úgy van. És mellette itt mit látunk? Mellette ez meg cirok. Cirok. Hoppá. De ez nem étkezési cirok. Nem étkezési cirok. A cirok nem arra való. Nem. Ez söpnyű cirok, és a magja ez a tyúkoknak nagyon jó. Akkor mégiscsak étkezés ez belőle. Úgy van, és ez meg egy érdekes változata neki. Ez is szintén ugyanaz a nagyszakállú söpnyű cirok. Nagyszakállú? Nagyszakállú. Nagyszakállú, ilyen nagyszakálla van, hogy szép nagyszakállú van belőle. Úgy van, és emeznek szintén ugyanaz, és ez ilyen színűben. Bordó színű. Aha. De a cirkabag az ugyanolyan, csak a magva más színű? Ugyanaz a nagy szakállú, meg minden, csak ennek bordó színű a magja. Értem. Csak azért a változatosság kedvéért, hogy olyan is legyen. Értem. Na, hát akkor itt mellette pedig mit látunk? Na, mellette? Na hát, ez akkor, emeljünk, gyerünk. Ja, bocsánat. Emeljünk, gyerünk. Igen. Tehát ez a Delevári szőlő, el van tankolva, és igen. 25 forint darabja. Szála. Egy igen, ilyen szál. Igen. És ez olyan szőlő, hogy ezt nem kell permetőni. Igen. Ezt is tetszett árulni tavaly össze? Tavaly nem. 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 Nem kell permetőni, és rengeteg van rajta. Ez csemege vagy borszőlő? Mind a kettőnek jó. Mind a édes, ropogós, de nagyon finom, és eláll. Még nekem most is van belőle. Szőlő? Szőlő, hát nem rohad meg. Van. Nem rohad meg. Érdekes. Nem rohad meg, és nagyon finom, édes, ropogós. És permetezni? Nem kell. Ez sem kell? Nem. Anélkül is kibírja. És fölmegy a fára, arra. Fölszalad a fára? Hát ha hagyják. De ha úgy metszik, akkor nem megy föl, akkor ott lent megmarad. És akkor krumplit is tetszik árulni? A krumplit is árulok, és ennek 50 forint kilója. 50, és mi ez, milyen fajta? Dezéri. Az egy közkedve. És itt van ez a csicsóka. A csicsóka. Igen. Ez a krumpli helyett szokták használni, vagy mellett? Gyógyszer? Valami betegség részik, de igazán nem tudom, hogy mire betegség. De ez jól terem, tehát szalad össze. Rengeteg terem, meg benne is terem. Ezt mennyit tetszik adni? 150 forint, 150 kilója. És itt van a mákom. Mákom. Igen, és hogy mennyit? Ennek 600 forint fél kiló. 600 forint. Ez nagyon olcsón tetszik, de mások drágában adja. Drágában? Bizony. Még olyat, elnézem. Hát én nem tartom ki a portékákat, hát árulni akarok, nem azok. Elhozom meg vissza is vizem. Hát abban nincs semmi. De ez semmi. A mág fogyasztani valahogy, vagy ez magnak való? Hát is fogyasztani. Hát nem el is lehet vetni, mert ki kell. Igen. Ki kell, mert friss termés. Persze, ki kell. Értem. Igen, ritkára vett, úgy egy kis áronban ritkára elveti az ember, azt akkor lehet. És ez pedig itt, amit itt látunk? Céklaríva. Ez a céklaríva. A bíborhenger. Igen, akkor ezt föl lehet szeletelni, és lehet székre a salátát csinálni? Tehát úgy csináljuk, hogy így hajastól megfőzzük. Hajastól. Megmosuk, hajastól. Igen. Azt mikor megfőtt, akkor szépen vékonyra elkarikázzuk, és cukros, ecetes, köménymagos vizet öntünk rá. Aha. Üvegbe vagy fazékba, azt akkor 3 napig benne áll. És finom. Nagyon finom. Saláta lesz belőle. Saláta.
nagyon finom. Jó, és nézzük tovább. Gyerünk. Ez a bánkúti kukorica. Igen. Ez még az a dédnagyapám fajtája. Ez soha nem kell cserélni, ez mindig jó, mindig bőven terem. Szép, nagy szára van, nagy levele, nagy csöve, nagy csutkája, még tüzen is. Jó. Értem. Ez szintén ez a lófogó, ez is takarmány kukorica. Takarmány kukorica, lófogó. Kukorica, lófogó. Olyan, mint a lófoga? Olyan. Lófogó takarmány kukorica. Ez is bőven terem. Ez se kell csereberélni, ez is 100 év múlva is jó. Értem. Csak mindegyikre arra kell vigyázni, hogy nem, amiből magot szedünk, az messze legyen a másiktól. Ne, mert összeporozza úgy, hogy tönkre megy a fajtája. A fajta akkor kifogy, nem jó. Ez pedig az aranymazsola. Ez a főzni való. Aranymazsola? Aranymazsola. Jó, jó neve van. Ez annak az a hivatalos neve. Értem. Közvetlen emberi fogyasztás. Úgy van. Úgy, hát a jószág is megeszi, nagyon szeretni. Hát de rendes tőle. Úgy van. És akkor nézzük tovább, ezt. Tovább. Ez meg a patata. Hát ezt az elviekben sokan keresik, vagy nem? Hát keresik, azért viszegetik persze. Mégis csak az a kedvenc. Úgy van, ki patogtassa. Csak legyen aki a patogtató, benne van, aztán rázogassam, vagy fél órája. Ja. Mire kipattog? Igen. Hát ma már, szépen kipattog. Ma már lehet kapni ilyen autóbat az acskóba, benne van, csak beteszik a sütőbe, aztán kiveszi, fölpufod az acskó, benne a kukorica, az kész, ennyi. Ilyen autóbat a dolgokon. Hát vannak ilyenek, de... Tetszett már látni? Nekem nincsen. Hát gondolom, hogy nem, mert van valódi otthoni. Még a nagymamám még azok rosszába rázták, így rosszába rázogatta, tűz fölött, láng fölött. Igen. Az úgy kipattog. De én nekem direkt van ilyen patogtató, azt akkor a nyele van, rázott bele, aztán kipattog. Igen. Na most akkor ez maradt még ki, ez micsoda? Ez a 60 napos. Ez is szintén kukorica. 60 napos az a neve? Az 60 napos. És miért pont 60 napos? Azért, mert ha elvetű 60 napra terem, lehet a zöld kukoricát szenni, aztán megfőzni. Jaj, értem. Hát, belerakuk a fazékba. Ez főzni való kukorica. Levelet, főzni való. Belerakom a fazékbe nekibe a zöld hosszást, rá a tetejére a kukoricát, a tetejére, megyen annak a tetejére a hosszást, azt megvan. Finom. Mert a levelének bele kell főzni. Szuper. Na menjünk tovább, itt vannak a babok. Itt vannak a babok. Ez a menyecske. Menyecske? De jó neve van. Menyecske. Hát miért pont menyecske? Azért, mert minden szem betartja a játékszabályt. Egyik fele fehér, igen. A másik fele meg cirkus. Ezért szem, menyecske? Ezért, mert be van kötve a feje. Ja, értem. Hát be van kötve a feje. Be van kötve a feje. Aha, tehát itt az van, a barna az a fejkedő, úgy mint önnek van. Úgy van, mindegyiknek. Ön is egy menyecske? Én is az vagyok. Mindegyik nem talál benne olyat, ami a szabályt megszegi. Érdekes. Érdekes, és folyós. Aha. Futós, fölfut a kerítésre. Vastag, cirmos hüvelye van. Finom, nagyon finom. Aha. Vastag, cirmos hüvelye van, azt így lógnak a kerítésre, így a rengeteg. És a ezt zöld hüvelyesen is lehet fogyasztani, vagy csak a magja? Szárazon. Csak szárazon? Csak szárazon a levesnek. Meg főzeléknek, meg aminek tetszik. Értem. Nagyon van. Na akkor menjünk tovább. Gyerünk tovább. Mondjuk legyen ez. Ez meg a korai sárga hüvelyű, zöldjébe. Tehát őt már zölden is lehet, ahogy kérdeztem. Zöldben levesnek. Zöldbabként, értem. Zöldbabként. Nagyszerű. Na, szárazon is így finom. Igen. Úgyhogy nincs. Nem kell megijedni tőle szárazon. Nem. De ezt kimondottam korai, ez a legkoraibb zöldjébe valóban. Értem. És akkor menjünk mellé. Bőven terem, rengeteg van rajta. És ez pedig a tallér van. Nagyon szép, ez milyen? Ez szinte tallér. Tallér. Jó. Nagyokra megdagad. Különlegesen finom. Ő szárazbabnak való. Szárazbabnak. Így gondoltam. Különlegesen mondjuk finom. Ő mennyibe kerülnek ezek átlagosan ezek a babok? 150 forint ilyen. Ilyen kis műjé. Igen. Hát ő kifejezetten vetni valómak. Hát venni is jó. De hát nem a, itt inkább vetni. Hát inkább vetni. Hát van, aki azt mondja, hogy egy litert mennyit
mennyi jól okozta, akkor megeszik. Jó. Van. Akkor ez a barnát kihagytuk itt középen, ez milyen? Vagy fekete, vagy ja, milyen? Fekete. Szintén ugyanaz a játék, mint a fehérnék. Na. Korai bőtermő és sárga hüvelye. Igen. De gömbölyűbb, kicsivel a hüvelye, mint ennek. Aha. És akkor zölden lehet ezt is fogyasztani, vagy száraz? Zölden. Zölden. Hát a zölden fogyasztják, mert a bablevest fekete lesz tűnve, ugye? Értem. Ugye a zölden fogyasztják. Jó. Akkor nézzük a nagy szemű fehéret. Nagy szemű fehéret. Igen. Hát a szintén az a futós. Futós. Nagy szemű bab. Értem. Hát ott nem zölden használják a száradbabnak. Kifejezetten száraz. Szintén. Persze. Jó, és mellette? Emelnek mellette. Hát mellette ez a círmos hüvelyű, a hüvelye is círmos, a szeme is círmos, és soha nincs zákája, akármilyen öreg. Nagyon jól hangzik. Úgy van. Ez szintén a bab, az a játék, mind az, csak ezt tartják. Ja, ez tartják. Vegyes? Nem vegyes. Nagyobb a szeme is. Azért vegyes, mert ez akárhogy elültetik ezt a círmos szemeket, akkor is lesz fehér benne. Érdekes. Meg ilyen barna is. Érdekes. Hát ez nem zavaró. Nem zavaró, hát nem. És ugyanaz folyós, ez is, meg bőten. De ő is száraz babként, ugye? A száraz babként. Igen. Akkor ez meg a juliska bab. Ez a juliska? Ez a juliska. Arról már hallottam. És ez mitől juliska? Nem tudom, valaki elmegy. Valaki így találta. Persze. Ez futó, ez kimondottan zöld ide való. Ki van, zöld babnak? Hát, zöld babnak, hát erről száraznak. Ez korai, ugye? Nem annyira, ez augusztus utájon érik. Értem, akkor ezt nem jól gondoltam. Emezek a koraiak. Ők a koraiak. Persze, azok a koraiak. És akkor mellett ez a kis barna? Mellette ez a kis barna, ez különlegesen finom bab. Na. Ez zöldjében való, és a konzervban. Különlegesen finom? Miért? Különlegesen finom. Azért, mert olyan jó, zöldhüvelyű. Igen. Zöldhüvelyű, és az a jó üde-zöld íze megvan a levesinek. Aha, de jól hangzik, hogy tetszik mondani. És szálkája nincsen neki. Egyáltalán. Nagyon jó. Nem lesz szálkája, akármilyen öreg. Akkor ez külön javasolja. Az vastag gömbölyű hüvelyek. Érdekes. És finom, nagyon finom. Bőtermélyen is. És mi a neve? Van neve? Konzervbab. Konzervbab? Konzerv. Hát a nagyon átlagos, pórias neve van. Ez itt valami jó fantázia neve. Úgy van. És ez. Ő pedig? Ez amerikai borsó. Amerikai borsó? Amerikai borsó. Akkor most bab vagy borsó? Borsó. Borsó, akkor nem bab? Nem bab. Mindjárt mondom, hogy miért borsó, nem. Igen? Bab. Mert akármilyen babnak, mindegyiknek a virágja, ahon kifakad. Itt mutatom el. Ahon kifakad. Itt az oldalán van ez a virágja. Igen, látom. És a borsóknak mindegyiknek a végén van a kifakadója. Ebből látható, hogy ez nem bab, hanem hogy borsó. Borsó. Amerikai borsó. Úgy van. És ő édes? Milyen? Édes? Nem. Nem édes borsó? Nem. Csak normál. Nem, csak olyan jó gerszenyés. Ja, nem. És itt vannak a borsók. Ez a normál borsó. A normál borsó. Ez a feti borsó. Feti borsó. Ez a korai, korai? És nagy hüvelyű. Nagy hüvelyű. Emet pedig a Crescenceus Gloria. Tessék? Crescenceus Gloria. Miket tetszik tudni? Ez a valódi neve? Ez a valódi neve. Ez valamilyen külföldi? Biztos. Ezek szerint? Biztos, ezek szerint biztos. És akkor ő milyen? Biztos. Ez Crescenceus Gloria, és ez későbbi, és nagy hüvelyű. Nagy hüvelyű, és de ő későbbi. Későbbi. Akkor azért érdemes így egymás mellett ütetni, hogy külön időben legyen mindig mert borsó. Mert mikor hamaz leérik, mert akkor kezd. Logikus. Úgy van. Nagyon jó. Úgy van. És itt vannak a virágmagjaim. Virágmagjaim. A tubarózsám ez elkelt most, ami... Igen, azt láttuk. Mind az egész. És itt van a gavallér. Esik. Gavallér. 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 Húha, gavallér. Izgalmas neve. Gyönyörű virág, olyan szép kis tártos virágja van neki. Aha. Mindenforma színű. Itt van a téli viola, ez benne talál a földbe, és ott hozza a magját minden tavasszal. Értem. Sárga színű. Sárga színű. Sárga színű, sötét sárga. Ez a bazsalikom. Bazsalikom, ez a jó, illatos. Illatos. Ezt használják húsokkal is, meg ilyesmi. Fűszerben. Úgy van. És itt van a nagy kék hajnalka.
ilyen nagy tőzsér alakú, világos kék. Ez nagyon szép, és fut is? Az fut, ugye? Fut, futám, aha. Futám. Szintén a kis hajnalka, ez kisebb virágú, de ez lila, ez világos kék, ez lila kisebb virágú. Aha. És ez pedig az őszi rózsa. Gyönyörű szép őszi rózsa, vegyes színű, és rengeteg van rajta. Teljes. 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 Már tejet is teljes. Ad? Nem. Nem. Nem tejet is ad, hanem az a, az a cimpla, amelyiknek a közepe olyan üres. Üres, a sárga közepe van neki, ja. Az a cimpla. Ja. Ennek meg ilyen, mint a krizantin, bolyos a közepe neki. Aha. Az a teljes. Jó, oké. Okay. Na, gyerünk tovább, a vagyonatom ez volt. Estike. Estike ez. Az egy illatos virág az estike, jól emlékszem? Illatos. Ugye? Jó, jó. És olyan kis alacsony. Jó, jó, alacsony. És azt jelenti, hogy este nyílik ki a virág? Este nyílik ki. Hát én gyerekkoromban ilyenről még emlékszem. Igen, este nyílik ki, és jó illata van igen. Neki. Jó. Ez meg a phlox. Ez tessék, is egy gyönyörű phlox. Phlox? Phlox. És ez phlox. Milyen? Phlox. Ez is minden forma színű van, van fehér, rózsaszín, bordó színű, sárga, minden forma. De gyönyörű virág az is, sokáig nyílik. És itt van a vasrózsa. Vasrózsa. Cíniának is nevezik. Igen. Vasrózsa. De ez egy gyönyörű, gyönyörű virág. Akárhogy egy virágot elvet, akkor is több színű lesz. Igen. Szép rózsaszín, ciklánel, lila, fehér, bordó, minden forma színű van benne. És mikor kinyílik, a közepit kihozza, utána a kacsok ülnek. Úgy vagy le, akkor is friss virág mindig van rajta, mert a kacsokat tovább hozza. Ilyen nagy virágok. Hát nagyon szépen köszönjük ezt a kimerítő nagyon tájékoztatást, szíves. És sok jó vevőt kívánok önnek. Köszönöm szépen, az küldjeünket. Jó munkát. Önnek. Köszönöm az és jó egészséget. Köszönöm, hát az is jó volna azért, hogyha lehetne. Hát olyan van, hogy a gépjármű alkalmassági vizsgálaton voltam most január 16-án, és hát az orvos zörejt hallott itt a nyakam két oldalába. Hát az beküldött az SZK-ba, hogy vizsgáljanak. Hát szívbillentyű meszesedés. Hát azt kaptam rá kétféle gyógyszert, hát ezeketem. De az az érdekes, hogy én nem érzek semmit, hogy valami zörög benne. Semmit nem érzek. Hát azt kívánom, ennél nagyobb baja ne legyen, ezt kívánom. Köszönöm szépen, de ezt viszont kívánom. Köszönjük szépen. És a nézőknek is viszont kívánom, aki néz mindenkinek, hogy legyen egészséges sokáig. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, én is köszönöm.